Szőke Gábor Miklós vagyok, gyerekkorom óta szobrokat készítek. Szobraim mögött legtöbbször állatok állnak. 2009-ben azt hiszem, még egyetemista voltam, akkor építettem a Bálna szobromat a Dunaparton, a mostani Bálna helyén, ami egy 26 méteres szobor volt, és ez fa deszkákból, pallókból, gerendákból készült. Ez volt az első olyan szobrom, ahol rájöttem, hogy szükség lesz segítségre is. Egyedül fizikailag ekkora léptékben nem lehet labdába rúgni. Statikus mérnökök, hegesztők, szobrászok, faipari mérnökök, gyártás előkészítők, projektmenedzserek, és akkor így alkotunk egy csapatot. Reimer Péter vagyok. Hát ugye a csapat létszám bővült, mert régen ugye 6-an voltunk, most vagyunk közel 30-an. Csapatként készítjük a szobrokat. Szabó Zoltán vagyok, szobrász. Sok kreatív feladatot végzünk itt, amikhez nagy segítséget nyújtanak a Bosch szerszámok, és az nagy előnyük, hogy az akkumulátoraik kompatibilisek egymással, így bármikor cserélhetjük a gépeken ezt az egységet, így nem gabajodunk a vezetékekbe. Labik Tamás vagyok, szobrász. Nekünk kell élőben alkalmazkodnunk azokhoz a helyzetekhez, amit a szobor szül, és akkor ezeket megoldani. Minden szobornál minden megoldás más, ezért ez egy változatos munkahely. Ahhoz, hogy ne szakítsam meg a munkámat, és folyamatosan tudjak haladni egy adott koncepció mentén, amit kitaláltam, ahhoz olyan eszközöket is kell használnom, amik miatt nem kell, hogy leálljon egy szobor, amikor az ember így belejön, ez tényleg olyan, mint egy ilyen rituálé. Először a vezetékes fúrók, csavarbehajtókat kezdtem el. Aztán rájöttem, hogy emiatt ez lehetetlen így dolgozni, főleg egy olyan szobornál, ami nem egy ilyen műhelyasztalra rakható és ott elkészíthető, hanem amit folyamatosan körbe kell járni. Muszáj volt akkumulátoros gépeket beszerezni, és azokkal rájöttem, hogy sokkal jobban tudok dolgozni, és sokkal jobban illik a koncepcióba, sokkal szabadabb velük dolgozni, és organikusabb. És itt a gépeknek is, hogy egymáshoz képest kompatibilisek legyenek, tehát az akkumulátorral működjön a fúró, a csavarbehajtó, vagy esetleg egy fűrész, az is szempont nyilván, tehát itt most már nem 2-3 gépet használunk, mint ahogy mondjuk a legelső szobromnál, hanem sokkal többet, és ez alapkövetelmény.